Országszerte 400 helyszínen több mint 1000 programmal várta az érdeklődőket idén a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat. A hivatalos megnyitó helyszínét ebben az évben a Klauzálház biztosította. Egy pályázatot írt ki a Magyar Népművelők Egyesülete a rendezvénysorozat országos megnyitójának rendezési jogára, és hát nagy örömünkre és büszkeségünkre megnyertük ezt a pályázatot. A mai nyitónapon nem csak hogy értékeket mutatunk be, értékeket adunk, hanem helyi értékeket adunk, hiszen kerületünk számos olyan értékkel rendelkezik, amiben mutatásra érdemes, tehát itt csak helyi értékek szerepelnek a nyitónapon, a pénteki napon. Az eseményen elsőként Simkó Várnagy Mihály, a budafoki Dognányi zenekar csellistájának előadását hallgathatta meg a közönség. Szükség van a hagyományokra, a kultúrára és a közösségekre, amelyek megtartó erőt, felemelő hitet és bátorságot adnak minden nap. Mondta el beszédében Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. Kulturális államtitkárként megérkezni egy olyan térbe, ahol őrült jó zene vár, ahol csillogószemű gyerekek felszabadultan, ugyanakkor nagy rendben kézműves foglalkozásokon vesznek részt, ahol a falakról sugárzik a gondosság, jó oda bejönni. És jó hallani, hogy nem csak én jövök ide, és nem csak a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat során jönnek be ide az emberek, hanem a hét mindennapján. Az idei rendezvény fő támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A szervezet alelnöke Lőrinci György kiemelte. A kultúrházak egyik legfontosabb ereje, hogy olyan közösségteremtő helyszínek, ahol a kis településeken is mindenki találhat értékes, minőségi programokat. Vannak olyan kiemelt programok, amik egy szakma egészének az egyetértését élvezik, amik egy szakmára ráirányítják a figyelmet, és azt gondolom, hogy ez a rendezvény ilyen. Említhetném még a múzeumok majálisát, vagy a virtuózok tehetségkutató programot. A folytatásban Bordás István főszervező, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke köszöntötte a vendégeket. Magyarországon közel 2500 művelődési ház, faluház, közösségi ház és még számtalan neve van, működik. Ezek az intézmények és szervezetek szinte felfoghatatlan. A 2018-as statisztika szerint éves szinten 67 millió látogatót fogadnak ezekben az intézményekben. A megnyitón fellépett Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekes előadó művész. Egyszer azt mondja a szegény asszony az urának, te édes uram, ha ki kell menni az erdőre, kicsi fájér, már mindent felhasználtam, tehát nincs semmi ma. Novák Péter zenész, színész az esemény védnöke, Halmos Bélát idézve kiemelte, ha valami hiteles, abból hagyomány tud teremtődni, mert ami hiteles, az értékes. Közösség, akkor valami élménynek lennie kell, és ezt az egyszerűség kedvéért nevező kollektív élménynek. Karsai Ferenc polgármester felhívta a látogatók figyelmét Budafok-Tétény kulturális értékeire. Szeretnénk, hogyha a pezsgő és bor kultúra mellett az egyéb kulturális értékeinkről is megismernének bennünket, ezért a mi közösségünk a lehetséges legtöbbet fordítja erre a célra. Büszkék vagyunk arra, hogy 100 éves polgári köreink vannak, amelyek ápolják a hagyományainkat. Kerületünkhöz kötődik például Hegedűs Endre, vagy Jandó Jenő Kossuth-díjas zongoraművész. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk a budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekarra. A beszédek után műsort adott a Kisnádasdi tánccsoport. A megnyitó után a látogatók részt vehettek a művelődési ház programjain. Egyebek mellett borászati bemutató és szülészeti minikiállítás, valamint élő festés várta a közönséget. Az idén már 14. alkalommal rendezték meg a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatot február 14-e és 16-a között.